Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek egy újabb videót. Mint ahogy láthatjátok már a címből, a mai napon az ABC-s gyilkosról fogunk beszélgetni, amely egy megoldatlan ügy egyébként, viszont nagyon-nagyon sok információt találtam róla az interneten. Úgyhogy előre mondom, hogyha gyakran fogok lefele nézni, az azért van, mert egyszerűen képtelenség ennyi információt megjegyezni, és fogok olvasni a jegyzeteimből. Úgyhogy ezért elnézéseteket kérem, de máshogy nem tudom nektek elmondani ezt a történetet. Mint mondtam, nagyon sok... Nem is nagyon sok, de eléggé részletesen tudunk erről az ügyről dolgokat, úgyhogy... Mindegy, ahelyett, hogy magyarázkodok nektek, inkább belekezdek ebbe a történetbe. Szóval, az ABC-s gyilkosságok 1971 és 1973 között történtek. Három gyilkosságot foglal magába, és Rochester környékén történtek New Yorkban egyébként. Mindhárom áldozat lány volt, 10 és 11 év közötti, mindhármajukat szexuálisan zaklatták, illetve szexuálisan bántalmazták őket, majd megfojtották. És az még a nagyon érdekes ebben a történetben, ami szerintem tényleg az egyik legérdekesebb történeti, a legérdekesebb sorozatgyilkossággá teszi ezt az egész ügyet, az az, hogy mindegyik lánynak a keresztnevének és a vezetéknek nevének a kezdőbetűje ugyanaz, illetve a hely, ahol a holttestüket később megtalálták, szintén megegyezik a lányok kezdőbetűjével. Szóval például, hogyha mondjuk azt mondanám, hogy én vagyok, használjuk egy magyar hírességet, Palotás Petra, és Pécsen találtak volna meg engem. Szóval így értsétek ezeket a kezdőbetűket, emiatt szerintem borzalmasan érdekes ez a történet, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Először az áldozatokról fogok nektek mesélni egy kicsit, hogy milyenek voltak, milyen családban éltek, és aztán, hogy mi történt velük, hol találták meg őket, stb. Úgyhogy kezdjük is el, és az első áldozatunk neve Carmen Colón. Carmen Colón egy puertorikói 10 éves kislány volt, aki 1971. november 16-án délután 4 óra 20 órakor tűnt el, miközben Rochesterből ment hazafelé. A szemtanúk szerint Carmen egy West Main Street-i gyógyszertárba ment be nagymamája kérésére, hogy kiváltson néhány gyógyszert, viszont ott az ott dolgozó közölte vele, hogy nincsen készen a recept, úgyhogy nem tudta őket kiváltani. Általában egyébként a nagyapjával szokott elmenni, Félix-el, a gyógyszertárba kiváltani a nagymamája vagy a család gyógyszereit, viszont ezen a napon valamiért Félix nem tudott elmenni vele a gyógyszertárba, holott egyébként Carmen könyörgött, hogy hagyd ne kelljen egyedül mennie. Ez talán arra ad okot, hogy félt, hogy azelőtt látott valakit, aki figyelte őt, vagy ilyesmi, nem tudjuk. A gyógyszertár tulajdonosának egyébként, aki Jack Corbin volt, azt mondta nagyon sietősen és nagyon aggódva, hogy mennem kell, amiután ugye Jack Corbin közölte vele, hogy nincsenek készen a receptek. Ezután pedig látták, ahogy beszáll egy a gyógyszertár közelében parkoló autóba. Eltűnését este 7 óra 50-kor jelentették a rochesteri rendőrkapitányságon. Körülbelül 50 perccel ezután az autósok látták a 490-es autópályán, amely egyébként az államokat, vagy államokat? Államoknak hívnak? Azokat kötötték össze. Szóval azt látták ezek az autósok, hogy egy gyermek deréktől lefelé mesztelenül kiszaladt egy tolató, sötét színű Ford Pintóból, és kétségbe esetten hadonászott segítségért. Ezután szintén még ezen a 490-es úton látta egy tanú, amint Carment, az elrablója visszavezeti a kocsihoz.
Két nappal később két tínédzser fiú fedezte fel Carmen félmeztelen holttestét a 490-es úttól nem messze Churchville falu közelében. Ez a hely egyébként kb. 12 mérföldre van attól a helytől, ahol Carment utoljára élve látták. És akkor itt láthatjátok, hogy Carmen Colón, CC, Churchville, C, értitek? A kabátját 300 lábnyira a testétől fedezték fel, nadrágját pedig november 30-án, ugye ez november 18-án találták meg a holttestét, és november 30-án fedezték fel az út közelében a nadrágját, és annak az útnak a közelében, ugye, ahol számos autós látta, hogy mi történik ezzel a szegény lányjal. A boncolás során kiderült, hogy amellett, hogy megerőszakolták, az elrabjulója a koponyáját és a csigolyáját is eltörte, mielőtt puszta kézzel megfojtotta volna. Ezen kívül a testén rengeteg karcolásnyomot találtak, amelyet köröm okozott. Mind Carmen meggyilkolása egyébként, mind az a tény, hogy rengetegen látták a 490-es autópályán, de viszont senki nem segített neki, egy darab autó se szállt ki, hogy segítsen ennek a kislánynak. Szóval ez a tény heves közfelháborodást váltott ki az emberekből. Két New Yorki újság, a Times Union és a Democrat and Chronicle kezdetben 2500 dolláros kombinált jutalmat ajánlott fel a gyilkossának a letartóztatásához és elítéléséhez vezető információkért, és minden egyes publikációhoz kapott információt egyébként közvetítettek a rendőrségnek is. Számos helyi vállalkozás és lakos hozzájárult ennek a jutalomnak a megnöveléséhez, szóval ezáltal lassan-lassan meghaladta a 6000 dollárt. Bár a rendőrség a Carmen meggyilkolását követő hónapokban több gyanúsítottat is kihallgatott, mindenkit tisztáztak, és december 21-re 3-ra csökkentették azon nyomozók számát, akik a főállásban ezen az ügyön dolgoztak. Ami eléggé kis szám, mert nyilvánvalóan az elején nagyon-nagyon sokan dolgoztak ezen az ügyön, ez volt a fő ügy, amit gondoltak, hogy mindenféleképpen meg kell oldaniuk, viszont ahogy mondtam, december 21-re már csak 3-an dolgoztak főállásban ezen az ügyön. 1972 elején 5 nagy hirdetőtáblát állítottak fel a nagyobb rochesteri gyorsforgalmi utak mellett, hogy minél több ember tudjon erről az esetről, és minél több lehetőség legyen arra, hogy bármiféle tippet kapnak, vagy bárki, tudjátok, bármit látott, bárkinek van bárkinek bármilyen információja, azt megkapják. Mindegyiken egyébként egy 2,4 méter magas kép szerepelt a Carmenről a következő címsor mellett. Tudod, ki ölte meg Carmen Colón-t? Bár ezeknek a plakátoknak hála egyébként rengeteg információt kaptak a rendőrök, nagyon sok új nyomot generáltak, egyiknek sem sikerült meghozni a gyümölcsét, nem találtak semmiféle nyomot, ami igazából vezetett volna akárhova. Akkor beszéljünk a következő áldozatról, akit Vanda Valkovicnak hívtak. Ez az eset, az ő meggyilkolása 17 hónappal később, az első gyilkossággal később, 1973. április 2-án történt 5 órakor. Vanda Valkovic 11 éves volt, és ő is hazafele menet tűnt el. Egy csemegeüzletbe ment, ahol a csemegeüzlet tulajdonosa szerint Vandát a szülei elküldték a boltba. Körülbelül 5 óra 15 perckor vásárolta meg az élelmiszereket, majd egyedül elindult haza a Conky Avenue-n. Este 8-kor pedig Joyce jelentette be Vanda eltűnését, aki az anyja volt. A rendőrség azonnali nyomozást indított, és csak nem 50 nyomozó kutatott át hatalmas területeket. Vanda otthona a csemegeüzlet és a Genesee folyó környékén, ahová állítólag nagyon sokat járt Vanda játszani.
A keresés során nem sikerült megtalálni a gyermeket, bár több szemtanú is állította, hogy vagy több lakos azon a környéken, akik laktak, ugye állították, hogy látták Vandát a szatyorral, az élelmiszeres szatyorral, amint a B-sugár úttól északra sétál. Három osztálytársa látta, amint Vanda egy kerítésnek támaszta a szatyros táskáját, vagy a szatyrát, vagy a élelmiszeres táskáját, hogy megigazítsa a fogását, és ekkor egy barna jármű hajtott el mellette, amikor éppen igazgatta ugye a fogását a szatyron. Másnap délelőtt 10 óra 15 perckor találta meg Vanda teljesen felöltöztetett holttestét, ez is majd később érdekes lesz, hogy fel volt öltöztetve. Egy rendőr találta meg egy domboldal közelében, vagy domboldal tövében a 104-es úthoz vezető bekötő út mellett Websterben egyébként, körülbelül 7 mérföldre Rochestertől. Testének helyzete arra utalt, hogy valószínűleg kidobták egy mozgó járműből, mint valami szemetet. A boncolás során az derült ki, hogy őt is megerőszakolták, majd hátulról egy övvel folytották meg. Számos védekező sebe volt, amely arra utalt, hogy próbált harcolni a gyilkosa ellen, és valószínűleg a testét a halála után öltöztették fel. A boncolás során találtak spermát és szeméremszőrzetet is a kislányon. Ezen kívül több szál fehér macskabundát is találtak a ruháján, bár Vanda családjának nem volt macskája, úgyhogy gondolták, hogy ez esetleg a gyilkostól származhat. A nyomozók megint csak névtelen forró drótot hoztak létre, illetve szórólapokat kezdtek el osztogatni. Vanda gyilkosának letartóztatásához és meggyilkolásához vezető információkért ezúttal 10 000 dolláros jutalmat hoztak létre. A rendőrségi nyomozás során előkerült egy szemtanú, aki aznap, amikor Vanda eltűnt, április 2-án látta, amikor ugye sétált hazafelé a csemegaboltból, azt látta, hogy Vanda egy nagy barna jármű utasajtaja mellett áll, és a sofőrrel beszélget. Viszont sajnos ez a szemtanú nem látta jól a férfit, ugye nem látta jól a sofőrt, úgyhogy nem tudott róla személyleírást adni. Egy másik személy látott egy férfit, egy másik szemtanú, aki a Vanda leírásának megfelelő vörös hajú lányt látott, és látott egy férfit, aki ezt a vörös hajú lányt egy világos színű Dodge Dartba kényszerítette a Konki Avenue-n. Délután 5:30 és 6 óra között aznap, amikor eltűnt. Ekkor még a rochesteri rendőrség egyébként elutasította azt a tényt, hogy bármiféle köze lehet Vanda meggyilkolásának Carmen meggyilkolásához. Tehát nem úgy kezelték, mint egy kettős gyilkosságot, vagy mint sorozat, hát azt hiszem 3-tól számít sorozatgyilkosnak egy sorozatgyilkosság, de mondjuk azt, hogy nem kezelték még az eseteket sorozatgyilkosságként. Tehát értitek? Úgy gondolták, hogy a két gyilkosság meg semmi köze nincsen egymáshoz. És akkor elérkeztünk az utolsó áldozatunkhoz, Michelle Manzához, elnézést, nem tudom kimondani a nevét, tehát Michellehez. Michelle 7 hónappal később, 1973. november 26-án este tűnt el. 11 éves volt egyébként ekkor Michelle, és az anyja Caroline jelentette be az eltűnését, miután Michelle nem tért haza az iskolából. Michelle-t utoljára délután 3 óra 20-kor látták az osztálytársai, amint az iskola közelében lévő bevásárló központ felé sietett, hogy elmenjen az anyja pénztárcájáért, amit az anyja azon a napon egy kicsit korábban elhagyott a bevásárló központban. Körülbelül 10 perccel később egy szemtanú látta, hogy Michelle egy bézs vagy barna színű jármű utasülésén ült, és látta, hogy az a jármű az Ackerman Street-ről nagyon sietősen a Webster Avenue-ra kanyarodott, és a szemtanú szerint Michelle ekkor sírt. November 26-án 17 óra 30-kor egy autós észrevett, ugye azon a napon, amikor eltűnt egyébként, tehát
délután 5 óra 30-kor egy autós észrevette egy férfit, aki egy nagy bézs vagy barna színű, defektes gumival parkoló jármű mellett áll a Walworth városában, a 350-es út mellett. És ez a férfi, egy kislányt szorított a csuklójánál fogva, akiről úgy vélte, hogy ő Michelle lehetett. Amikor ez az autós megállt, hogy ugye felkínálja a segítségét a férfinak, a férfi szándékosan megragadta a kislányt és a háta mögé lökte, ezt konkrétan így mondta el a szemtanú, továbbá a rendszámtáblája is le volt takarva, és nagyon-nagyon gonoszan, ez a férfi nagyon-nagyon gonoszan nézett erre a szemtanúra egyébként, és ez a szemtanú, illetve ez az autós, aki segíteni próbált nekik, annyira megijedt, hogy rögtön elhajtott. Michelle teljesen felöltöztetett holttestét november 28-án délelőtt 10 óra 30-kor fedezték fel arccal lefelé egy árokban, egy vidéki út mellett Macedónban, körülbelül 15 mérföldre Rochestertől. A boncolás során kiderült, hogy testét tompa trauma érte, megerőszakolták, majd hátulról megfojtották egy vékony kötéllel. Ebben az esetben is számos macskabunda szőrt fedeztek fel a ruháján, és a holtteste környékén lévő lombozathoz illő levélmintákat találtak az egyik összeszorított kezében, ami arra utalt, hogy valószínűleg a közelben ölték meg, ugye annak a helyszínnek a közelében, ahol megtalálták. A nyomozóknak sikerült kinyerniük egy részleges tenyérlánnyomatot a lány nyakáról, valamint itt is találtak spernyomokat Michelle testén és fehérneműjén. A minták törvényszéki elemzése azt állapította meg, hogy csak egy ember erőszakolta meg, tehát. Itt egy embert keresnek, egy ember volt az elkövető. Azt is lehet még tudni, hogy Michelle gyomrának az elemzése egy hamburger és hagyma nyomait tárta fel, amelyeket körülbelül egy órával a gyilkosság, tehát a meggyilkolása előtt fogyasztott el, ami hitelt ad azoknak a korábbi híreknek, melyek szerint láttak egy Michelle leírásának megfelelő lányt egy kaukázusi férfi jelenlétében egy gyors étteremben Penfield közelében, vagy Penfieldben, körülbelül 4 óra 30-kor eltűnése délutánján, és a 350-es út mellett körülbelül 1 órával később is látták őket. Azt mondták a szemtanúk, hogy ez a férfi sötét hajú volt, 25 és 35 év közötti, körülbelül 183 centi és 75 kg. Természetesen mindhárom gyermekgyilkosság heves közfelháborodást váltott ki, ahogy mondtam, és mindegyik intenzív publicitást kapott, pont azért, mert remélték, hogy így minél hamarabb a gyilkos a nyomára tudnak bukkanni. Michelle meggyilkolását követően a nyomozók nyilvánosságra hoztak egy rajzot is a szeméről, akit számos tanú látott ugye a gyermekkel, ugye az autónál, ennél a gyors étteremnél, illetve ennél az ügynél is létrehoztak egy telefonos forró drótot, amely kizárólag az elkövető utáni hajtóvadászatot szolgálta, és ismét felajánlották az anonimitást, hogy nyugodtan anonimban is lehet ugye információkat átadni a rendőrségnek, és ismét jutalmat ajánlottak fel minden olyan információért, ami segítheti a nyomozást. Bár a nyomozók több mint 800 potenciális gyanúsítottat hallgatott ki a nyomozás során, az elkövetőt vagy elkövetőket soha nem sikerült megtalálni, és az ügy mai napig megoldatlan. Illetve itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy mire gyanakodtak. Szóval a lányok, egyébként az összes lány katolikus családból származott, kevés barátjuk volt, illetve a közelmúltban olyan problémákat éltek át, mint a zaklatás vagy a rossz tanulmányi eredmények,
vagy rossz tanulmányi teljesítmények. Az iskolában a nyomozók ugye nem zárták ki pont emiatt annak a lehetőségét, hogy a gyilkos egy szociális munkás lehetett, aki felhasználta a megbízható és kedves személyiségét a lányoknak, a lányok bizalmának elnyeréséhez. Na és most akkor szeretnék arra egy kicsit beszélni, hogy vajon miért őket választotta ez a gyilkos, mert hogy, mint ahogy mondtam, a lányokban elég sok hasonlóság volt, eléggé hasonlítottak egymásra, hát a hátterük, a családi hátterük eléggé hasonló volt, úgyhogy most ezt fogjuk végigvenni. Szóval mindhárman nyilván serdülőkor előtti nők voltak, tehát kislányok, 10-11 évesek, illetve mindannyian kora délután tűntek el Rochesterből, és mindhárom alkalommal enyhe vagy heves esőzés volt aznap. A holttestüket közeli Rochesterhez közeli városokban fedezték fel, illetve teljesen felöltöztetve, vagy félig felöltöztetve, ugye Michelle-t és Vandát teljesen felöltöztetve, és Carment félig felöltöztetve találták meg egy gyorsforgalmi út közelében, egy tipikusan csak járművel megközelíthető helyen. Mindegyik áldozatot egy autóból dobták ki, vagy pedig autóval vitték a helyszínre. Mindegyik gyermek alacsony volt, mindhármójukat megerőszakolták, mielőtt megfojtották őket. Mindhármójuk számkivetett volt, és magányos, illetve Vanda és Michelle, ugye ezt nem mondtam Vandánál, Vanda és Michelle nem sokkal haláluk előtt ettek olyan ételt, amiről ismert, hogy nem ehettek otthon, és mindkét lány holttestét a haláluk beállta után öltöztették föl. És akkor itt van egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit én nem tudom, hogy elhiszek-e, vagy hogy hanem hogy mennyire értek ezzel egyet. Ti is majd írjátok meg, hogy ezzel mennyire értetek egyet, mert én annyira nem. Szóval mind akkoriban, amikor az esetek történtek, még mai napig is a nyomozók valószínűtlennek tartják azt, hogy minden áldozat kettős kezdőbetűi alap, minden áldozatot nevének kettős kezdőbetűi alapján választottak ki, tehát hogy direkt őket választották ki, mert ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődik a keresztnevük, mint ahogy a vezetéknevük. Mivel ha egy elkövető ezen okból előre kiválasztja áldozatait, az valószínűleg azzal járna, hogy áldozatát hosszú-hosszú ideig figyeli ki, követi, ez pedig növelni ugye a lebukás esélyét is. Abban biztosak, hogy Michelle-t és Vandát egyébként ugyanaz a személy rabolta és el és ölte meg, viszont abban nem 100%-osan biztosak, hogy Carment is ugyanaz a személy rabolta el és ölte meg, mint a másik kettő lányt. És akkor most beszéljünk egy kicsit a gyanúsítottakról, mert hogy volt pár gyanúsított, és az első közülük Miguel Colón, aki egyébként Carmen nagybátyja volt. Ugye, amikor Carmen nyomozása folyt, akkor nagyon sokáig Miguelt gyanúsították, és Miguel egyébként Carmen apjának, Justinianónak volt a testvére, elnézést, nem tudom kimondani. Carmen szüleinek elválása után Miguel kapcsolatot alakított ki Carmen anyjával, Guillerminával, ezután Carmen Miguel nagybácsiként emlegette ezt a férfit, ezt lehet tudni, tehát konkrétan a szülei válása után a nagybátyja ráment az anyjára, csodálatos, nem fura. Szóval azért gyanúsították Miguelt egyrészt, mert néhány héttel Carmen elrablása és meggyilkolása után, vagy előtt, elnézést, meggyilkolása előtt, Miguel egy olyan kocsit vett, amely nagyon hasonlított ahhoz a járműhöz, amelyet a szemtanúk láttak tolatni a 490-es úton. A nyomozók átvizsgálták egyébként ezt a járművet, és azt állapították meg, hogy a belsejét is és a külsejét is nagyon alaposan
kitakarították, illetve hogy a csomagtartót nagyon-nagyon erős tisztítószerrel kimosták. Az autókereskedésben dolgozó kikérdezése közben pedig kiderült, hogy mielőtt ugye megvette Miguel ezt az autót, a csomagtartót nem tisztították ki, vagy nem mosták ki semmivel. Ugye ott az autókereskedésben. Szóval csak is Miguel lehetett az, aki kitakarította ezt az autót. Amiközben átkutatták ugye az autóját, találtak benne egy babát is, de viszont erre azt a magyarázatot kapták Carmen rokonaitól, hogy Carmen nagyon gyakran utazott Miguel járművében, és valószínűleg egyik nap ott hagyhatta ezt a babát. Kikérdezték Miguel egy barátját is, aki elmondta a rendőrségnek, hogy két nappal Carmen halála után Miguel odament hozzá, és tájékoztatta őt arról, hogy el fogja hagyni az országot, mert hogy valami rosszat tett Rochesterben. Ezt egyébként meg is tette, négy nappal Carmen halála után Miguel Rochesterből Puerto Ricóba menekült, és viszont a nyomozók 1972. márciusában elutaztak San Juanba, hogy kihallgassák Miguelt, megtalálták valamilyen csoda foltján, és ezt a helyi újság is megírta, hogy itt a rendőrség Rochesterből is, hogy ki szeretné hallgatni Miguelt, ezt leírták az újságban, és így szerzett tudomást Miguel arról, hogy keresik, és hogy a rendőrség ott van San Juanban, és emiatt Miguel azonnal elmenekült megint csak a rendőrség elől. Viszont aztán sikerült elkapniuk a rendőröknek, március 26-án végül Miguel megadta magát a rendőröknek, gondolom elege volt a folyamatos menekülésből, nem tudom, és beleegyezett abba, hogy kihallgassák. Miközben kihallgatták, Miguel nem tudott hiteles alibit adni arra a napra és arra az időpontra, amikor ugye Carment meggyilkolták. Viszont annak ellenére, hogy erős közvetett bizonyítékok voltak Miguel ellen, a tetején vagy a járműben nem találtak semmiféle tárgyi bizonyítékot, amely összefüggésbe hozná őt Carmen meggyilkolásával. Úgyhogy el kellett engedniük. Viszont aztán, hogy mi történt vele, 1991-ben, amikor 44 éves volt, Miguel elég komolyan bántalmazta feleségét és a testvérét is, ugye Carmen anyját, és Miguel a testvérét, Carmen apját, tehát őket ketten eléggé komolyan bántalmazta, és emiatt öngyilkos lett, gondolom a bűntudat, vagy valami ilyesmi miatt öngyilkos lett 1991-ben. Oké, a következő gyanúsítottunk, pedig nem más, mint Dennis Termini, érdekes neve van, aki egyébként egy 25 éves rochesteri tűzoltó volt, és egy sorozatos elkövető, akinek volt már egyébként egy ilyen gúny neve is, vagy ilyen, nem tudom, valamilyen beceneve, ami az volt, hogy Garage Rapist, ami konkrétan garázs erőszakolót jelent. Igen, csodálatos, oké? Nem is magyarázom tovább, értitek? Ő egyébként 1971 és 73 között legalább 14 nemi erőszakot követett el tinédzser lányokon és fiatal nőkön. Nem csodálom, hogy rá gyanúskodtak, hogy őt gyanúsították ezek alapján. Azt is lehet tudni erről a kedves emberről, hogy bérszínű jármű tulajdonosa volt, ugye, olyan bérszínű járműé, amelyet több szemtanú is látott különböző tetthelyeken, vagy ilyen a lányokkal, tudjátok, az autópályán, meg itt-ott. Illetve azt is tudjuk, hogy vagy tudták a rendőrség, hogy a Box Treaty címen lakott, amely nagyon közel volt ahhoz a környékhez, ahol Michelle eltűnt. Azt lehet még tudni Terminiről, hogy 5 héttel
a gyilkosságok végső áldozatának halála után 1974. január 1-én megpróbált fegyverrel elrabolni egy tinédzser lányt, de Termini elmenekült a helyszínről, amikor a lány nem volt hajlandó abba hagyni a sikoltozást. Nem sokkal ezután megint megpróbált elrabolni egy lányt, bár ez alkalommal rendőrök meglátták, amint ezt megpróbálja véghez vinni, és elkezdték a rendőrök üldözni, majd Termini fejbelőve gyilkosságot, öngyilkosságot követett el, tehát konkrétan öngyilkos lett, úgyhogy nem tudjuk meg soha, hogy mi az igazság. Azt még lehet tudni, hogy később a rendőrök Termini járművének a kárpitján fehér macska bundaszőrt találtak. Viszont 2007. januárjában Termini holttestét exhumálták, hogy DNS mintát nyerjenek ugye belőle, és ezt összevessék a Vanda testéből kinyert sperma mintákkal. Viszont a teszt eredménye megerősítette, hogy nem Termini volt, aki elkövette ezt a gyilkosságot. Viszont Carmen és Michelle holttestéből vett mintákkal. Ezt a mintát nem lehetett összehasonlítani, tehát gondolom, hogy Carmen és Michelle holttestéből nyert minta az nem az vagy hibás volt, vagy hogy mondják ezt, vagy pedig túl kevés volt, úgyhogy nem tudták ezt a kettő mintát összevetni, ugye Termini mintájával sajnos. Utolsó előtti gyanúsítottunk Kenneth Bianchi, aki egy sorozatgyilkos volt, és az első két gyilkosság helyszínéhez közeli helyeken dolgozott, abban az időpontban, amikor a gyilkosságok történtek, és ő egyébként fagylalt árus volt. Azt lehet tudni, hogy ő 1976. januárjában költözött át Rochesterből Los Angelesbe, tehát pár évvel a gyilkosságok után, három évvel az utolsó gyilkosság után, hogyha jól emlékszem. És 1977 és 1978 között az unokatestvérével, aki Angelo Buono Jr. volt, vele együtt követték el a Hillside Strangler, elnézést, nem tudok beszélni, gyilkosságokat. Itt 10 lányt öltek meg, akik 12 és 18 év között voltak. Hivatalosan soha nem vádolták őt meg a három lány meggyilkolásával, és egyébként ő mindig is hevesen tagadta azt, hogy bűnös lenne ebben. Ő is ugyanolyan színű és típusú járművet vezetett, mint amelyet láttak ugye a szemtanúk az elrablási helyszínek körül. És róla is igazából ennyi. Ennyit tudunk, és ennyi történt vele. Az utolsó gyanúsított az Joseph Nézó volt. Ezt a férfit 77 éves korában tartóztatták le 2011-ben, azokkal a vádakkal, hogy egyébként a nevadai Reno-ban tartóztatták le ezt a Joseph Nézót, akit ugye azzal vádoltak meg, hogy 1977 és 1994 között 4 prostituált, feltehetően prostituált nőt ölt meg Kaliforniában. Ez a 4 nő úgy kapcsolódik igazából a 3 lányhoz, hogy ugyanúgy a nevük ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődött, tehát hogy a keresztnevük és a vezetéknevük ugyanazzal a betűvel kezdődtek, mind a 4 nőnek a neve. Viszont Nézó DNS-e nem egyezett a Vanda testéből nyert sperma mintával, és őt végül őt sem vádolták meg a gyilkosságokkal, hanem őt a kaliforniai ABC gyilkosság, vagy igen, gyilkosságokkal, ez lett a neve ennek a 4-es gyilkosságnak, hogy a kaliforniai ABC gyilkosság, konkrétan egy ilyen copycat gyilkosság volt szerintem. Tehát 2013. június 18-án állították bíróság elé emiatt, és egyébként november 22-én még ebben az évben halálra is ítélték ezt az embert.
Itt a videó végén szeretnék felolvasni nektek egy nyilatkozatot, amelyet 1995-ben Carmen Colón édesanyja tett a Democrat and Chronicle-nek. Ha tudnám, hogy kiölte meg a Carmen csitám, békésebben halhatnék meg, mint ahogy éltem. Ez az egyetlen dolog, amit szeretnék még életemben tudni, hogy ennek az embernek meg kellett fizetnie a szörnyűségért, amit a kislányommal tett. Ha az, aki ezt tette, tudna részvétet érezni, látná, milyen fájdalom és szenvedésen, milyen fájdalmon és szenvedésen ment keresztül ezeknek a kislányoknak a családja. Az ABC-s gyilkosságok ügye a mai napig megoldatlan, és a Rochesteri rendőrség a mai napig elkötelezetten nyomoz ebben az ügyben egyébként. Úgyhogy ennyi is volt ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Elnézést még egyszer, hogy ilyen sokszor lenéztem a jegyzeteimbe, de nagyon-nagyon sok név van, nagyon-nagyon sok út, város, minden, úgyhogy lehetetlenség ezt teljesen kívülről megtanulnom. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek. Én erről a gyilkosságról még nem hallottam egyébként ezelőtt. A két legnagyobb sorozatgyilkosság vagy gyilkosság megoldatlan ügy, amiről hallottam, az a zodiákos gyilkosságok voltak, ugye a zodiákos gyilkos és a Jack the Ripper, hasfelmetsző Jack, ugye ez a kettő, viszont szerintem ez az ABC-s gyilkosság igencsak vetekszik ezzel a két gyilkosság sorozattal. Elképesztő, és mondom, szerintem számomra az egyik nagy-nagy rejtély ezek a nevek, hogy ez mégis mi, hogy direkt így választotta ki a gyilkos, hogy mindegyik lánynak ugyanolyan azzal kezdődjön a keresztneve és a családneve, plusz a város, ahol megtalálják végül a holttestüket, vagy csak véletlen volt, de hát nem lehet véletlen, mert ekkora véletlenek szerintem aztán nincsenek. Illetve, hogy miért, mit akart, valamit szerintem a gyilkos ezzel üzenni akart, de hogy mit, mert annyira előre eltervezett volt az egész, én azt is a tervezésbe veszem, hogy kiválasztotta szerintem ezeket a lányokat módszeresen a nevük alapján, az életkoruk alapján, a családi helyzetük alapján, az érzelmi helyzetük alapján. Szerintem ezeket a lányokat mind-mind kiválasztották, és jól megtervezték az összes gyilkosságot. Mert az lehetetlen, hogy ez csak véletlen legyen. Az lehetetlen. Nem hiszek ebben. Úgyhogy mondom, írjátok meg ti is a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok. Szerintetek is tervezett volt-e, vagy sem, vagy csak véletlen volt így a nevek, meg minden. És hogyha tudtok bármiféle új információt erről az esetről, azt is írjátok meg nekem, mert nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha esetleg van bármiféle új információ. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!